Készenlétben várják a csizmák és nadrágok a riasztást a katasztrófa védelem nyíregyházi állomásán január közepén. De a szakembereknek már január első napján is akadt dolguk, amikor egy cserépkályha melletti fotel és rajta takarók égtek egy nyíregyházi, Rákóczi utcai ingatlanban. Ekkor személyi sérülés és lakosságvédelmi intézkedés nem történt. 2022-ben azonban ijesztően sok baleset történt. 560 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Beregben. Azért megdöbbentő ez a szám, mert hogyha a 2021-es adatokhoz viszonyítjuk, akkor 36%-kal több lakástűz keletkezett a térségünkben, szám szerint 147-tel több, mint 2021-ben. Természetesen voltak olyan lakástüzek, amely pár négyzetméteren pusztítottak, például a konyhában, de voltak olyan esetek is bőven, ahol egy-egy adott helyiség, vagy akár az egész adott ingatlan teljes terjedelmében égett. A leghosszabb beavatkozás az több mint 6,5 órán keresztül tartott. A nyíregyházi hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be nem is oly rég, decemberben egy gávavencsellői lakatlan ingatlannál, a 60 négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett. A leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás vezetett tűzhöz 2022-ben. Továbbra is sok bajt okoznak a kémények. 127 alkalommal a kéményből indult ki a tűz, ami 37%-os növekedés a korábbi év kéménytüzeihez képest. Elmondható, hogy igenis gondatlanság, figyelmetlenségből adódik a legtöbb dolog. A kéményseprés ingyenes, a kéményseprés online, telefonon bárhogy lefoglalható az időpont. Ráadásul, hogyha te pénteken délelőtt érsz rá, akkor kereshetsz olyan időpontot, hogy pénteken délelőtt érkezzen hozzád a kéményseprő. Az 560 tűzzel érintett otthon közül egyik helyszínen sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Egy-egy ilyen érzékelő akár tragédiákat előzhet meg. Viszont ezzel szemben érdemes kiemelni, hogy a szénmonoxid érzékelők egyre több otthonban vannak jelen. Ez is érzékeli, ez is mutatja a tavalyi számadat, miszerint 72 esetben érkezett szénmonoxiddal kapcsolatos jelzés a katasztrófavédelem megyei egységeihez. Ez ugyan 20 esettel több, mint 2021-ben, viszont tényleg azt mutatja, hogy valószínű azért tettek bejelentést, azért tettek jelzést, mert hogy jelzett az otthonukban a szénmonoxid érzékelő. Az érzékelők terjedésének köszönhetően 58%-kal csökkent a mérgezések száma, összesen 22 ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést. 2022-ben országosan 19 ember vesztette életét a mérgező gáz miatt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 ember. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 15 lakástűz után indult tűzvizsgálat 2022-ben.